Feltartom a sortit. De most már elindul a szekér. Tehát akkor folytatódik, vagy hát játszom. Tehát köszöntök mindenkit, kezdjük akkor itt legelején. A mai alkalommal játszom egy kicsit ezzel a klassz játékkal, kocsikázom hosszasan. Ott egy hőlégballon. És hát ez ilyen utazások alkalmával az ember mindig a rádiót hallgatja. Zenét, vagy mindenféle random kis előadást. És hát én sem teszek másképp. Egy ilyen hosszú 12 órás útba vágtam a fejszémet. Tehát ez egy elég-elég nagy kihívás, nem szabad unatkozni közben, úgyhogy egy érdekes témáról hoztam egy előadást. Bence Izabella fog előadni, és méghozzá egy elég érdekes történetről lesz, ugyanis részletesen elmeséli azt, hogy hogyan történt Magyarországon az a sok privatizáció, meg hogyan történt Magyarországnak a kizsákmányolása, meg mindenféle ehhez hasonló, tehát ugye voltak ilyen érdekes dolgok, hogy nagyon olcsón lehet mindenféle durva magyar gyárat, meg ilyen egyebeket vásárolgatni, meg mindenfélét. És hát nézzük meg, hogy mi lett Magyarország vagyonával így a történelem utóbbi 50 évében, vagy fogalmam nincs. Úgyhogy hallgassuk a rádióműsort, úgyhogy át is adom a szót. Hölgyeim és uraim, lehet hallani mindenütt? El kell önöknek árulnom valamit, metróval jöttem ide, és helyem is volt, és a velem szembe lévő üléspadon ült egy férfi, aki valami Napi Ász című újságot olvasott. Így akarva akaratlanul az első oldalát, ahogy kinyitotta, láttam. És rendkívül nagy jelentőségű, a nemzetünk életében rendkívül nagy jelentőségű híreket olvastam. Ilyeneket olvastam a címlapon óriási betűkkel, hogy Verebes lecigányozta Mónikát. Olyant, hogy Anikónak nem lehet gyereke, és olyat, hogy a Dolly viszont gyereket szeretne a következő életében. Aztán volt még egy hír, az úgy szólt, hogy Medgyesi a következőt mondta, nem lenne megszorítás, ha maradok. Medgyesi mondott már egyszer egy dolgot, azt mondta, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, és akkor nem hazudott. Lehet, hogy most sem hazudik? És lehet, hogy emögött a mondat mögött nincs más, mint a nemzet kifosztása? Magyarország kifosztása, azt hiszem így szól ennek az előadásnak a címe. Első pillanatra sokkoló. Olyan mértékben sokkoló, hogy úgy tudom, hogy a magyar nemzet nem is hozta le a mai programot. Valóban sokkoló, mert ha belegondolunk, mi is az a kifosztás? Itt ül Morvai Krisztina, akit sok szeretettel köszöntök, és borzasztó nehéz egy profi büntetőjogász mellett értelmezni egy nem büntetőjoggal foglalkozó jogásznak, hogy mi is az a kifosztás, de nálunk ez egy büntető tényállás. És azt jelenti, hogy másnak a tulajdonát úgy veszik el jogellenesen, hogy közben valamilyen másfajta bűncselekmény típussal fenyegetik. Gondoljanak erre a meghatározásra majd egy picikét később. Azt mondtuk, hogy Magyarország kifosztásáról kellene itt ma beszélni, és ezt pontosítani kellene, hogy az állam kifosztásáról beszéljünk-e, vagy a nemzet kifosztásáról beszéljünk-e, mert Magyarországhoz tartoznak ezek a fogalmak, tartozik az állam is, tartozik a nemzet is. De hogyha így közelítjük meg, akkor rögtön azt is kellene tudni, hogy milyen kapcsolat van vajon a nemzet és az állam között, és melyik az, amelyik Magyarország, amelyet kifosztottak. Borzasztóan leegyszerűsítve rögtön ki lehet jelenteni, hogy a nemzet és az állam azok nem azonos fogalmak, a nemzet és az állam az teljesen szétválik egymástól. Csak a kérdés az, hogy milyen kapcsolat van a kettő között. Hát önök biztosan tudják, hogy a nemzet
hozta létre az államot, és nem fordítva történt. Tehát akkor, amikor már a nemzetnek a tagjai oly módon megsokasodtak, hogy nem fértek el a mellett, a kerekasztal mellett, vagy kerekasztal körül, ahol a közös dolgokat meg kell beszélni, akkor kitalálták azt, hogy létrehoznak egy képződményt, egy ilyen művi képződményt, amelyet elneveznek államnak, és ezt az államot azért hozták létre, hogy az állam hivatalból a mi életünket megszervezze, a jogszabályokat meghozza, keretbe szorítsa a mi életünket, sőt, annyira nem értünk rá, és egyetlen egy nemzet sem ért rá, amikor már sokan voltak foglalkozni a mindennapi dolgokkal, hogy még azt is felvállalták, hogy fizetünk azért, hogy kifejezetten erre felkent képviselők határozzák meg a sorsunkat, és a mi akaratunknak megfelelően hozzák meg a jogszabályokat, a közös életünknek a közös szabályait. Így tehát létrejött az állam, ami egy megfoghatatlan dolog, és ami nem más, mint egy jogi képződmény, egy rendkívül fontos dolog. Az a feladata tehát, hogy az abba delegáltak, az abba munkálkodók a nemzetnek az életét megszervezzék. Persze minden munkához, mert hogy ez munka, lássuk be, minden munkához azért pénzre és vagyonra is szükség van, mert enélkül a dolog nem megy, de hát az állam honnan szerezzen magának pénzt, és honnan szerezzen magának tulajdont? Hát tőlünk. Tőlünk, az állampolgáraitól, a nemzet tagjaitól. Ezért aztán kitaláltuk azt, hogy legyen közteherviselés, ami azt jelenti, hogy a saját bevételeinkből mi szépen odaadunk ennek a bizonyos államnak, hogy szervezze a közös életünket, sőt, vagyonnal is ellátjuk. Milyen vagyonnal látjuk el? Hát azzal a vagyonnal, amit az őseink valamikor létrehoztak, amelyet megépítettek, amely egy olyan természeti erőforrás más oldalról, amely a hazánknak az alapját képezi, a természeti képződmények, a hegyek, a föld méhének kincsei, ugye, megint a gyönyörű magyar nyelv, a föld méhének a kincsei, folyóvizeink, tavaink, és az épített emlékeink, a váraink, kastélyaink, ami mind a miénk, ami mind a magyarságunkat, mind az identitásunkat mutatja itt a Kárpát-medencében. Nos, úgy döntöttünk, hogy ezeket is rábízzuk erre az államra, hogy gazdálkodjon vele, tartsa ezeket fent, mentse át a jövő nemzedéke számára, mert nekünk, egyes embereknek számos más dolgunk van, és azt kell tennünk. Így aztán azt hiszem, hogy most már érthető, hogy államról és nemzetről, amikor beszélünk, ez egy különváló dolog, de ugyanakkor összességben is van, hiszen az állam az nem létezik a nemzet nélkül, és hát ma már vélhetően a nemzet sem létezik az állam nélkül. Tehát akkor, amikor Magyarországról beszélünk, akkor lehet, hogy ezt a kettőséget így egybe kellene értenünk. Mégis Magyarország kifosztása mit jelenthet? Az, hogy mi a kifosztás, nagyjából tisztáztuk. Az, hogy egy országot viszont ki tud kifosztani, az egy rendkívül érdekes kérdés. Önök szerint ki képes arra, hogy egy országot kifosszon? És tulajdonképpen az államot fosztják ki, vagy a nemzetet fosztják ki? Hát jelen pillanatban a dolog úgy néz ki, hogy a nemzetet fosztják ki, és aki kifosztja, az nem más, mint a tulajdon állama. Eljutottunk oda, hogy a tulajdon államunk teljesen szembefordult a nemzettel, és az állam nem a nemzet pártján, nem a nép pártján áll, hanem valahol teljesen másutt, másoknak az érdekeit szolgálja a mi pénzünkön. Mi fizetünk azért, hogy az állam egy idegen hatalomnak, egy globális hatalomnak, egy nagy tőkének a rezidenseként a saját nemzetét tönkretegye és kifossza. Mitől lehet megfosztani egy nemzetet? Hát nyilván az értékeitől. És mik az értékei a nemzetnek? Itt már egy picikét kezdünk közeledni az én témámhoz, de még azért mindig nagyon nagy spektrumban lehet gondolkodni, hiszen az érték, amit másképpen úgy is mondhatunk, hogy a nemzet vagyona, vagy nemzeti vagyon, az többféleképpen megközelíthető. Bogár László szeret három dimenzióban gondolkodni, és alapjában véve teljesen igaza van, hiszen azt mondja, hogy a nemzet vagyona mindaz, ami a nemzetet képezi és a nemzetet fenntartja. Aztán a nemzet vagyona mindaz, amit mi egyenként, személyek birtoklunk,
hiszen ezzel is az ország gazdagodik, és végül a nemzet vagyona mindaz, amit az előbb említett módon rábíztunk az államra. Tehát nagyon széles a spektruma a nemzeti vagyonnak. Én az legutolsó, a kézzel fogható vagyonnal szoktam foglalkozni, de azért engedjék meg, hogy egy pár gondolatot ejtsek a széles spektrumú nemzeti vagyonról is. Ugye azt mondtuk, hogy az első dimenzióba azok a dolgok tartoznak, amelyek egy nemzetet létrehoznak. És azok nem mások, mint az emberek maguk. Tehát mindaz, ami egy adott nemzetben, egy adott államban az emberekkel történik, az egészségi állapotuk, az életkoruknak a hossza, az újrateremtésnek a készsége és a kedve, a nyelvnek a megőrzése, a tudásnak a felhalmozása, a munkalehetőségeknek a megteremtése, a gyermekek nevelésének a szintje és a miensége. Ezek mind-mind-mind nemzetalkotó tényezők, és rendkívül fontosak a nemzet fenntartásában, mint a nemzeti vagyonnak a tárgyai. És hát természetesen a nemzeti vagyonhoz hozzátartozik az a földterület, amin élünk, hiszen anélkül nem megy, az a föld, ami a miénk, hiszen anélkül nincsen ország. Hát nézzük meg először is, hogy ezt a vagyonkört, nevezzük így vagyonkörnek, vajon kifosztották-e már? És ha igen, mikor kezdődött? Nagy szeretettel üdvözlöm itt a sor szélén Jelenczky István filmrendezőt, minden bizonnyal ismerik őt, aki nagyon keményen köti magát ahhoz, és nem nincs egyedül, és nagyon-nagyon sokan vannak, és vagyunk, akik azt mondják, hogy nem ezer éve vagyunk mi itt. Ez a föld a miénk. Nagyon régóta. Ilyen mélyre, ilyen messzire nem kívánok visszamenni a történelemben, de visszamegyek 1920-ig, ugye közeleg, június 4-e, Trianon. Mekkora résztől fosztottak meg minket a külföldi államok? Óriási résztől. Az első, a modern kornak, ha úgy tetszik, a 20. századnak az első kifosztása az Trianonnal történt. Aztán kifosztási lépésekként lehet venni azt az időszakot, amikor ugye kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, hiszen elvesztettük az embereinket. És sorba-sorba a szovjet hatalmon keresztül lépésről lépésre eljuthatunk máig, amikor is megállapíthatjuk, hogy a széles spektrumú kifosztás nagyon nagy léptékben halad előre. És akkor ne gondoljunk másra, csak az elmúlt 7 évre. Gondoljunk arra, amit a Gyurcsány kormány csinált az egészségügyben. Gondoljunk arra, hogy hányan haltak meg az elnézést idiotisztikus liberális ötletek okán, hogy átalakítják az egész egészségügyi rendszert, amire valóban szükség van, hiszen egy nagyon nagy valódi reformra szükség lenne ebben az országban, de nem az emberek egészségének a kárára. Napjainkban is ennek a kifosztásnak vagyunk, ennek a széles spektrumú kifosztásnak vagyunk a tanúi, ugye? Amikor a létfeltételeket kezdik most már elvenni tőlünk, hiszen a lakásokat árverezik el, hiszen a 13. havi nyugdíjat veszik el, nagyon sok kis nyugdíjasnak ebből lehetett a tüzelőjét biztosítani és megteremteni. A közalkalmazottaktól is elveszik, köztisztviselőktől is elveszik azt a kis kiegészítő bért, ami a közszférában jár. És hát nem akarok erről beszélni, önök ezekkel a lépésekkel sajnos tökéletesen tisztában vannak. És az iskolák, ugye a legújabb ötlettel tisztában vagyunk, meg akarják szüntetni az általános iskolában ugye a tantárgyaknak az oktatását az első 6 vagy 7 évben, mert minek az? Butítsuk tovább a magyart. Semmi szükség, hogy felelősen gondolkodó és a témákhoz értő emberekkel álljon szembe az állam. Itt utalnék vissza azokra az újság címekre, ugye, amelyeket rögtön a legelején mondtam. Ha megnézzük a közmédiát, ha megnézzük a fizetett kereskedelmi médiákat, ha egyáltalán nézik önök, én nagyon-nagyon ritkán, de mintha nem is ebben az országban élnénk. A valósághoz az ég egy világon semmi köze, Győzikékről szól a világ, és arról szól a világ, hogy minél jobban és jobban elbutítsanak minket. Mi ez, hogyha nem a nemzetnek a kifosztása?
Hölgyeim és uraim, a kifosztásnak, a büntető jogi kategóriájának az első tézisében van egy olyan kitétel, hogy a kifosztást az is elköveti, aki úgy veszi el a másik tulajdonát, hogy a kifosztottat lerészegíti. Így szól a büntető törvénykönyv. A lerészegítés az tulajdonképpen nem más, mint egy módosított tudatállapotnak az előidézése. Hölgyeim és uraim, hány éve folyik a magyarság módosított tudatállapotának az előidézése? Hány évtizede folyik mindez? A magyar nyelv, csak egy példa, hogy szálltam le a metróról, úgy látszik, hogy három vagy négy megálló alatt rengeteg élményt lehet összeszerezni idézőjelben. Ugye végállomásnál szálltam le, önök is a végállomásnál szállnak le, akkor nyilván, hogy nap mint nap hallják ezt a mondatot, hogy figyelmeztetjük önt, hogy ugye végállomás következik, szíveskedjék elhagyni a kocsit, és erre figyelmeztesse a többieket is. Nekem, amikor ezt hallom, mindig óhatatlanul az a kényszerem támad, hogy megbökjem a mellettem állókat, hogy figyelem, azt mondták, hogy meg kell, hogy mondjam önnek, hogy leszállok, ugye? Mert arra, hogy én leszállok, arra figyelmeztessem a mellettem állót. Tehát magyarul nem tudunk már magyarul. Nem tudunk magyarul. A fiatalokat, a tizenéveseket az én korosztályom már nem érti. Egyszerűen nem tudjuk, hogy miről beszélnek. Sorvad el a magyar nyelv. Ez is a nemzetnek a kifosztása. Meg az is a nemzetnek a kifosztása bizonyos értelemben, hogy beléptünk ugye az informatika világába. Hát most már úgy beszélünk, ugye nagyon-nagyon sokan, hogy a fele, a mondatnak a fele angol szó, a másik fele az magyar szó, ugye, mert hát ma már, aki az informatikához nem ért, ugye az nem minősül embernek. Kezdjük elveszíteni a saját anyanyelvünket, azt a nyelvet, amely a világon egyedülálló. Amely a világon egyedülálló, és nagyon-nagyon sok nyelvnek az alapja, és az őse, és akkor a rovásírásban nem is akarok belemenni, mert nem erről szeretnék ma önöknek beszélni. Tehát ez a nagy spektrumú kifosztása ennek az országnak. Nézzük a következőt, ugye, ami arról volt szó, vagy úgy apostrofálja Bogár professzor, hogy amit mi saját magunk otthon birtoklunk. Annak az elvétele, illetve az is a nemzeti vagyonhoz tartozik, és ennek következtében annak az elvétele, és a kifosztásnak egy következő fázisa. És megint ne menjünk nagyon-nagyon vissza a történelembe, menjünk vissza 1947-48-ra, és egészen 1954-ig, illetve 57-ig gondoljuk át csak a történteket. Mi történt? A történelemnek az egyik legnagyobb bűne következett be, amikor a magántulajdontól megfosztották a magyarokat, meg hát a környező, ugye szocialista országokban azokat, akik rendelkeztek magántulajdonnal. Ez egy szörnyű cselekedete volt, és soha nem megbocsátható cselekedete volt a kommunista rezsimnek, amikor a magántulajdon teljesen felszámolta. Kifosztás volt. Az állampolgárokat fosztották ki. Rögtön itt egy adatot mondjak önöknek, ha már Ágoston emlékeztetett arra, hogy egy-két adatot el fogok önöknek mondani, talán ide illik a legjobban. Ugye 1949 után, mondjuk 54-től úgy indultunk neki ennek a világnak, ennek a mai világnak, hogy csak személyi tulajdonunk volt. Az alkotmány sem ismerte a magántulajdon fogalmat. Személyi tulajdonunk volt, önök közül nagyon sokan emlékeznek arra, amikor még azt is meghatározták, hogy egy főre hány négyzetméter lakóterület juthat, és akkor egy családnak nem lehet nagyobb lakása, csak be kellett szorozni a nem tudom a 8 négyzetmétert 4-jel, 5-tel, 6-tal, és akkor ennyi, meg lehetett egy bódé, ez volt a személyi tulajdon, semmi más. Vagyis nem volt magántulajdon. Mikor kezdődik a magántulajdonnak a visszaállítása? Az úgynevezett rendszerváltozáskor, engedjék meg, hogy én ne rendszerváltozásnak hívjam, mert álláspontom szerint ez még nem következett be, ez előttünk áll, és nagyon-nagyon rövidesen ennek be kell következnie. Tehát a módszerváltástól, 1989-től beszélhetünk magántulajdon ismételt megjelenéséről. Ennek még nincsen 20 éve, 19 és fél éve van. Tudják, hogy mi történt azóta? A magántulajdon ismételt megjelenése óta milyen adattal rendelkezünk? Azzal az adattal, hogy a magánvagyonok, tehát amink van, házunk, remélem, hogy mindenkinek van lakása, háza, autója, tehát mindaz a magánvagyon, ami van, a 10 millió állampolgáré, abból
300 000 ember, azaz a lakosság 3%-a birtokolja a magánvagyon 48%-át, és az 52%-on osztozunk 10 millió mínusz 300 000. Azt hiszem, hogy ez is gyönyörűen mutatja, hogy a kifosztásnak a következő spektruma hogy valósult meg, de úgy gondolom, hogy ezt az adatot most mindenképpen el kellett mondanom. Aztán menjünk tovább a módszerváltás utáni időben, amikor ugye a magántulajdont szerette volna az új kormányzat, az új hatalom megjelentetni, és elkezdett arról gondolkodni 89 után, hogy ez most hogy is történjék. Adjuk-e vissza az eredeti tulajdonosoknak mindazt, amit valamikor a szovjet hatalom, ugye, vagy a szovjet hatalom kapcsán a magyar rezidensek elvettek tőlük, vagy ne? Hogy jelenjék meg ismét a magántulajdon? Hát nálunk a környező országokban, a volt szocialista országokban mindenütt ezt a megoldást választották, és ezt hívják reprivatizációnak. Vagyis annak, amikor megkeresték az eredeti tulajdonosokat, és azoknak visszaadták a tulajdonát. Magyarország másutól járt megint. Magyarország megint másutól járt egyedül. Az egész volt szocialista Kelet-Európában. Mi voltunk az egyetlenek, akik azt mondtuk, hogy az országnak a teljesítő képessége nem viseli el, hogy visszaadjuk a tulajdont az eredeti tulajdonosoknak. És ezért más megoldás nincs, mint egy jelképes kárpótlást vezetünk be, és bevezették a kárpótlási jegyeket. Ugye ismerős a dolog. A kárpótlásnak a maximális összegét 5 millió forintban határozták meg, ami azért 1990-es évek elején nem volt kis pénz. Azóta nem tudom, körülbelül ilyen 160-170%-os az infláció. Az elmúlt 13 évben egészen biztos, hogy 125%-os az infláció, előtte azt nem tudom pontosan megmondani, de lehet, hogy a 200 körül járunk már. Tehát 5 millióban maximálták a kárpótlási jegyeknek a maximális mértékét. Talán önök is tudják, hogy első időben, amikor a kárpótlási jegyeket megkapták azok, akik megkapták, hát akinek mondjuk volt egy vendéglője, az kapott talán 10 darab kárpótlási jegyet, és azért már vehetett egy jó kis műperzsa szőnyeget, ugye? Körülbelül ez erre volt jó. És éppen ezért, mivel nem lehetett a kárpótlási jegyekkel mit kezdeni, ezért nagy boldogan az emberek nagy része eladta azokat a hiénáknak, akik ugye már is megjelentek, és azt mondták, hogy de én adok érte valamivel alacsonyabb névértéken egy kis pénzt, de legalább azon nem csak egy szőnyeget tudsz venni, hanem ne adj Isten gyerekednek enni. Felvásárolták a kárpótlási jegyeket, és aztán később, amikor már lehetővé tették a kárpótlási jegyek alapján a privatizációt, akkor ezek a hiénák ugye rácsatlakoztak a privatizáció, és olcsón megszerzett kárpótlási jegyeken elkezdtek meggazdagodni. Mi ez, hölgyeim és uraim, megint, ha nem az állampolgároknak a kifosztása, vagyis a második rész. És akkor az előbb már ugye behoztam a példát, most tartunk a kifosztási műveletnek a következő fázisában, lakáselvétel, egészségelvétel, és minden egyéb, ami még tőlünk elvehető, adóknak az emelése, ugye Európában önök nagyon jól tudják, hogy Belgium után a második legmagasabb adókulcsokkal rendelkezünk, most még azért rátesznek egy-két lapáttal, mert hát valahonnan, vagy valahogy elszivárognak azok a közpénzek, amit ugye mi befizetünk. És akkor itt érnék át a harmadik spektrumra, és hát tulajdonképpen erről szeretnék önöknek bővebben beszélni. Annak a vagyonnak az eltűnésére, illetőleg az annak a kifosztására, vagy az azzal való kifosztási műveletre, amelyet valóban és az alkotmány is nemzeti vagyonnak hív, és amely a kézzelfogható vagyont jelenti. 89-ben a sztálini alkotmányunkat ugye bemódosították, és nem hoztak létre sajnos új alkotmányt. Ez én úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 évnek a legnagyobb bűne. Az egyik legnagyobb bűne, ami elkövethető volt, hogy még mindig az 1949 évi 20-as alkotmányt hívjuk alkotmánynak. Nagyon sokan nem osztják ezt a véleményt, én tudom, jó nevű jogászok is azt mondják, hogy jó ez az alkotmány, álláspontom szerint nagyon rossz alkotmányunk van.
Arról nem is beszélve, hogy Magyarország megérdemelné, hogy a történelmi alkotmányának az alapján, a Szent Korona országának az elvén szülessen egy olyan alkotmánya, amely természetesen igazodik a 21. század korszerű követelményeihez. De nem született ilyen. Ennek ellenére a 49 évi 20-as törvénybe bekerült egy szakasz, amely a következőt mondja. Nagyon egyszerű, úgy szól, hogy az állam tulajdona a nemzet vagyona. És akkor itt szeretnék visszautalni, ugye az előadás elején elmondott szétválasztásra, hogy az állam és a nemzet az szétválik egymástól, és nem azonos fogalom. Mit is takar ez az állam tulajdona a nemzet vagyona? Hát azt, amit én elmondtam jelesül, hogy mindaz a vagyontárgy, amit rábíztunk az államra, hogy rendelkezzék felette, az jogilag ugyan az államnak a tulajdona, és jogilag az a megfoghatatlan állam a saját állam szervezetésén és állam apparátusán keresztül rendelkezhet vele, de az mind a miénk. Az mind a miénk. A 10 millió, illetőleg egészen pontos számot hagy mondjak, 3 héttel ezelőtti adat, 10 millió 26 ezeren vagyunk már csak. Másfél évvel ezelőtt még 10 millió 200 ezer fölött volt a számunk, most már csak 10 millió 26 ezer. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a globális nagyhatalmak egyes tanulmányai szerint elég belőlünk 8 is. Sőt, a 6 is, ugye? Igen, tehát a 2 szám játszik szerepet, rabszolgának nem kell több tudnénik. Tehát 10 millió 26 ezeren vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az a nemzeti vagyon, amit az állam tulajdonol, az 10 millió 26 ezer emberé, és zárójelbe jegyzem meg, és plusz még azé, a pontosan nem tudom a számot, 6-7 millióé, aki mind magyar, és akiket megtagadtunk, és a határon kívül vannak, azoké is ez a vagyon. Mindnyájunké, az össz magyar nemzeté ez a vagyon. Ezért ezzel a vagyonnal kizárólag csak úgy szabad rendelkezni, mondja az alkotmánynak az indokolása, és kizárólag csak olyan szervezet rendelkezhet vele, amely az egész népet képviseli. Hölgyeim és uraim, kérdezem én, zárójelben megjegyzem, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 7 embere van felhatalmazva a törvény alapján a vagyonnal való rendelkezéssel, amely a kormány irányítása alatt áll. A magyar kormány, az egész jelenlegi magyar kormánynak mondják, az egész nemzetet képviseli? Az egész nemzetet képviseli? Semmi köze hozzá. Először is, hogyha az államszervezet felépítését nézzük, a kormány az egy végrehajtó szervezet, és nem képviseleti szervezet. Tehát ilyen értelemben nem felel meg az alkotmány előírásának. Melyik az a szervezet? És most ne arra gondoljunk, hogy kik ülnek benne, hanem az államszervezet tiszta felépítésére. Melyik az a szervezet, amelyek elvileg az egész népet hivatott képviselni? Az országgyűlés. A köztársasági elnök ugye az a népszuverenitást testesíti meg, az országgyűlés az, amelyek az egész népet képviseli. De az is csak úgy, ha minimum 2/3, de inkább 4/5 többséggel dönt. Ugye, mert 50% plusz 1 szavazattal a jelenlegi viszonyok között is. Én úgy gondolom, hogy az a 13%-on álló szocialista párt, amelyik kormánytöbbségűnek vallja magát, és hát valóban a hatalom a kezében van, az nem képviseli az egész népet. És mégis mi történik? Olyan jogszabályaink vannak, amelyek egyértelműen felhatalmazták a kormányt és ezt a bizonyos vagyongazdálkodási tanácsot, hogy azt tegyen a közös vagyonunkkal, amit akar. De ez a jelen idő, és most megint egy picikét vissza kell ugranunk a múltba, hogy hogy is kezdődött, hogy is alakult 89-ben a nemzeti vagyonunknak a sorsa. Talán itt egy picike időutazás azért mégiscsak kell, nagyon-nagyon röviden, mert ha azt gondolják, hogy a nemzeti vagyon kérdésköre az egy új keletű dolog, akkor minden bizonnyal tévednek. A nemzetnek a vagyona, vagy az állami tulajdon mondjuk így, az közel 2000 éves hagyományukra nyúlik vissza. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a világon melyik az az első épület, amely a közösség pénzéből a közösség számára készült.
Ez a római Kolosszeum. Ez a római Kolosszeum, tehát ha a római Kolosszeumra gondolunk, akkor rögtön tudjuk, hogy ez Vespasianus római császár idején vetődött fel, ugye, aki időszámítás után 60-ban volt trónon, hogy az a rengeteg befizetett adó, ami a császári magánvagyont gyarapította, annak egy részét lehet, hogy mégis az állampolgároknak vissza kellene valahogy adni. Ugye városállamokról beszélünk, de a lényeg az ugyanaz, aztán ugye a nagy császárságról beszélünk, de a lényeg az akkor is ugyanaz. Vissza kell adni az állampolgároknak, tegyünk értük valamit, megépítették a Kolosszeumot. És ettől kezdve a fejlett demokráciák, ahogy épültek ki, mindegyik átvette ezt a dolgot úgy hívják latinul, hogy fiscus, ami egy vesszőkosarat jelent latinul, és azt jelenti, hogy ez az a vesszőkosár, amiben be kell tenni azokat a pénzeszközöket és azokat a vagyonelemeket, amely az egész népé. Nos, a fiscus így tehát elkezdett kialakulni Európában is, és kifejezetten jól kézzelfogható vezérlő elvei alakultak ki már ismétlen lassan 2000 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy az állami tulajdonnak, vagy a nemzet vagyonának, ugye most már tudjuk, hogy ugyanarról beszélünk, két nagy csoportja van. Az egyiket úgy mondják, hogy nálunk úgy híresült el, hogy kincstári vagyon, vagy közösségi vagyon, és ebbe a vagyonkörbe tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyek eredendően is a közösséget szolgálták, tehát ilyenek ugye a folyók, a hegyek, a földek, a földméhének kincsei, mert ezek már eredendően azt a népet szolgálták ki, aki azt magáénak vallotta és ott élt. A másik közösségi vagyoncsoport pedig az a vagyoncsoport, amelyet a közösség számára, közösségi célokra, ha úgy tetszik, állami feladatok ellátására, céljára építettek. Ilyenek a minisztériális épületek, mert azért ott, igaz, hogy ez ma nem látszik, de azért ott állami feladatellátás folyik. Aztán ilyenek az állami tulajdonú iskoláknak, egyetemeknek az épületei, ilyenek a múzeumok, ilyenek a színházak, ilyenek az állami tulajdonú könyvtárépületek. Tehát mindaz az ingatlan mennyiség, amely azt a célt szolgálja, hogy igénybe vegyük, hogy az állampolgárok jól érezzék magukat, hogy az életfeltételeik biztosítva legyenek. Ez tehát az úgynevezett közösségi vagyon, ismétlen nálunk kincstári vagyonként híresült el. A másik vagyonkör, az pedig mondjuk úgy most, hogy üzleti vagyon, nálunk ez privatizációs vagyonként lett ismert, az az üzleti vagyon, amelyet arra tart fel az állam, hogy esetleg befolyásolja vele a gazdaságot valamilyen módon, vagy ne adj Isten, pénzt szerezzen vele a tevékenységgel, hogy nem mindig a nyomorult állampolgároktól kelljen csak mindig elvenni a pénzeket, hanem maga is termel, és akkor ezzel a termeléssel tudja enyhíteni a költségvetésnek a hiányait. Tehát ez a két nagy vagyoncsoport, ez már évszázadok, évezredek óta így ismert, és a jellemzőik tehát ezek, amely állami feladat ellátását szolgálja, az kincstári vagyon, amit pedig az állam úgy gondol, hogy megtart üzleti célokra magának, azt nevezzük üzleti vagyonnak. Nos, hát 1945 után természetesen ugye erről szó nem lehetett, hiszen akkor a szovjet elmélet alapján mindez bedőlt. Eljutottunk akkor ugye az előbb már odáig, hogy 1989, kárpótlási jegyek, és ez azt jelentette, hogy bár nagyon igazságtalan, és nagyon ormotlan, és rettenetes eszközökkel szerezte meg az állam, az volt állampolgárainak a magántulajdonát, de 89-ben a kárpótlással való döntés után egy irgalmatlan nagy vagyonmennyiség maradt az állam tulajdonában. Ha, és mivel Magyarország az egyetlen, ahol nem volt reprivatizáció, ha a magyar állam ezzel a vagyonmennyiséggel felelősen rendelkezett volna, úgy rendelkezett volna, hogy mindnyájunk javára és mindnyájunk számára, akkor ma a világ egyik leggazdagabb országa lennénk, akkor jöhetett volna ez a gazdasági válság, meg se érintett volna minket, mert oly módon kellett volna ezeket a vagyontárgyakat kihasználni, természetesen ami felesleges, értékesíteni, magántulajdont kiépíteni, hogy soha többet egy felelős gazdálkodás mellett semmifajta problémánk ne legyen. Medgyesi mit mond? Ha én maradok, nincs megszorítás. Isten tudja, hogy mi lenne. Én úgy gondolom, hogy azért valami lenne, mert azért az a társaság is szeretett lopni.
Nézzük meg, hol tartunk ma, hölgyeim és uraim. El fogom mondani a vagyonadatokat. Ott tartunk, hogy 2002-ben, amikor a Fidesz elveszítette a választásokat, akkor az államháztartás hiánya 8000 milliárdnyi forint volt. 8000 milliárd. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz felfogni, azért próbálom most az elején elmagyarázni, több számot fogok mondani, hogy érthető legyen, mit jelent ez a 8000 milliárd. Arra tessék gondolni, és akkor ez így nagyon egyszerűen megfogható, hogy mind a 10 millió, és most vegyünk 10 millió állampolgárt, mind a 10 millió állampolgár kaphatna a most született kisbaba, a 105 éves nagymamáig bezárva, mindenki kaphatna 800 ezer forintot az államtól. Tehát 10 milliószor 800 ezer. Ennyi volt az államadósságunk hiánya a Fidesz kormány bukása után. Mennyi idő telt el azóta? 7 év. Körülbelül ugye pontosan, mert ilyen májusi választások voltak. Tudják-e, hogy mennyi az államháztartás hiánya ma? 19 ezer milliárd. 19 ezer milliárd 7 év alatt. Tehát fejenként mindenki kaphatna 1 millió 900 ezer forintot. 19 ezer milliárd, és ebben nincsen benne az IMF hitelnek csúfolt hitelmennyiség, ami további 5 ezer milliárd. Tehát ha összeadjuk, akkor az államháztartás hiánya ez alatt a 7 év alatt háromszorosára, 3824, háromszorosára emelkedett, és az IMF hitelcsomag, ami tudjuk, hogy három részből áll, ugye az IMF, az Európai Unió, illetőleg a Világbank adta különböző méretekben ezeket az úgynevezett standby hiteleket. Az Európai Uniós hitelszerződéssel minden egyes darab megmaradt nemzeti vagyontárgyunkat elzálogosították. Minden egyes vagyontárgyunkat elzálogosították. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy állami tulajdonban álló ingatlan épületnek az eladásához is az Európai Uniónak kellene az engedélye. Legalábbis ez van benne a szerződésben. A szerződés megtalálható a pénzügyminisztérium honlapján már november óta, és az elzálogosítás ténye is. Az Európai Uniós szerződés hármas számú melléklet 11-es pontjában, amit Draskovics Tibor írt alá. Hölgyeim és uraim, ez tehát azt jelenti, hogy ugyan nagyon sok mindenünk maradt még, de nincsen semmink, mert ha nem tudjuk visszafizetni a kölcsönt, akkor jöhet az Európai Unió, és válogathat, hogy mit hajtott végre. Melyik legyen az a vagyontárgy, amit sajátjaként tudjon. És itt egy picikét néha kapkodok, de megint itt ennél a témakörnél ki kell, hogy mondjam, hogy természetesen nem a Szent Korona és nem a parlament van veszélyben, mert azok kizárólagos állami tulajdonba tartandók, és elvileg nem volhatok végrehajtás alá, bár ez semmi nem mondja ki, csak jogelvek. De itt van a termőföldünk, és itt van a vízkészletünk és a vízbázisunk. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy a 21. században, vagy a 21. századnak az aranya és az olaja, az nem más, mint a termőföld és a víz, amiben hál' Istennek Kárpát-medence és ezen belül is Magyarország rendkívül jól áll. Nem véletlen, hogy ezek azok a vagyontárgyak, amelyek most a lehető legnagyobb veszélyben vannak, amelyek még megmaradtak. Megint menjünk vissza 89-be. Sőt, 89 elé, valamikor 87-be. Mert én most arról a vagyoncsoportról szeretnék önöknek beszélni, amit az előbb úgy apostrofáltam, hogy üzleti vagyon. Nos, 89 környékén ez az üzleti vagyon, ez nem volt más, mint a valamikori állami vállalatokban meglévő vagyon. Ugye állami vállalatokra mindnyájan nagyon jól emlékszünk, ahhoz úgy kellett hozzáállni, hogy más is hozzáférjen, az ugye mindnyájunké volt, ment haza, én édesiparnál dolgoztam, minden nap vitték haza a kávét, a csokoládét, a kekszet, de gondolom, hogy ezzel semmifajta újságot nem mondok, tehát ez volt a nagy széles társadalmi tulajdon. Nos, erről a vagyoncsoportról beszélek most majd, nem a kincstári vagyonról, hanem az állami vállalatokban meglévő vagyonról. Azt tudjuk, mert a szocializmusban nem volt divat értékeket számolni és nyilvántartani, hogy mink van, minek.
hát akkor nem lehet belőle annyit lenyúlni. Azt tudjuk csak, hogy 1987-ben 2900 darab állami vállalat volt az országban. 2900 darab. Hát volt, amelyik gazdagabb volt, volt, amelyik szegényebb volt, de 2900 darab állami vállalat volt. Ezt most ne felejtsék el, mert egy másik témáról kezdenék most beszélni. Arról, hogy miért is mondtam én azt, hogy nem volt rendszerváltás. Hát hogy lett volna rendszerváltás akkor, amikor a rendszerváltás vagy a rendszerváltozás, az úgy gondoljuk, hogy az egy alulról jövő kezdeményezés, amikor az állampolgári azt mondják, hogy na ebből most már elég volt, és lépjünk, és egy katarzis, és csináljunk valamit, mint 56. Akartunk mi már valami változást, csak hogy nem mi vittük véghez. Dőresség azt hinni, hogy a magyar nép összefogása és akarata érte el azt a bizonyos módszerváltást, ami megtörtént. Nem, hölgyeim és uraim, ezt a régi kommunista hatalom csinálta, és ezért maximum rendszerváltoztatásról lehet álláspontom szerint beszélni. Miért is? 80-as évek elején, de már korábban új gazdasági mechanizmus 67-ben, tehát biztos emlékeznek ezekre, nyilvánvalóvá vált, hogy állami tulajdonnal nem lehet gazdaságot építeni, tehát szükség van a magántulajdonra. Magántulajdon nélkül ugyanis nincsen állam, nem működik, nincsen gazdaság. Rájöttek, de arra is rájöttek, hogy te atya úristen, hogyha mi most a magántulajdon bevezetjük valahogy, hát akkor megbukik a szocializmus, ugye? Mert hát a kettő valahogy, a tervgazdaság, ugye, meg az üzleti világ, az valahogy nem fér össze, tehát akkor itt valami óriási nagy probléma lesz. És én mindig azt mondom, nem szoktak érte szeretni se rádióba, se tévébe, pedig higgyék el, hogy így van, hogy nem hülyék ezek az emberek, ezek nagyon okosak. És akkor is nagyon okosak voltak, és tudták, hogy mit csinálnak. Azt csinálták, hogy 1988-ban létrehozták az úgynevezett gazdasági társaságokról szóló törvényt, és a külföldiek magyarországi befektetéséről szóló törvényt, amely azt eredményezte, hogy innentől kezdve lehet KFT-ket, részvénytársaságokat alapítani, azaz megjelenhet a magántulajdon. Sőt, azt is kimondták, hogy az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat is be lehet vinni ilyen társaságokba. Egyetlen egy dologról feledkezett el az utolsó kommunista kormány, szerintem nem feledkezett el, hanem szándékosan nem hozták meg azokat a jogszabályokat, amelyek védték volna a magyar államot. Csak azokat a jogszabályokat hozták meg, vagy hozták létre, amelyek behívták a befektetőket. Szó se róla, 87 és 90 között 300 millió dollár jött be az országba, csak hogy a bankok akkor kezdtek el a külföldi bankok ránk telepedni. Nem voltak vagyonvédő, állami tulajdont védő jogszabályok. És ekkor indult be az a bizonyos folyamat, amit ma már mindenki úgy ismer, hogy spontán privatizáció. Spontán privatizációt más néven apport privatizációnak is nevezik, és ennek az volt a lényege, nagyon-nagyon röviden, hogy nem volt számviteli törvény. Nem volt semmifajta direktíva előírás, hogy mekkorára kell értékelni a vagyont. És azt mondták az állami tulajdonban lévő vagyonra, tehát az úgynevezett üzleti vagyonra, az állami vállalatokban meglévő vagyonra, hogy ó, hát ez semmit nem ér, mondjuk ért valóságában 100-at, azt mondták, hogy ér 1-et. Beaportáljuk. Azt mondta az ott ülő vezérigazgató, akik én úgy gondolom, hogy nem kétséges, hogy hova tartoztak, és kinek a holdudvarába tartoztak 87-88-ba. Ugye hát én úgy gondolom, hogy szocialista párthoz nem tartozó személy semmiképpen sem lehetett vezérigazgató. Azt mondta, hogy én viszont nagyon okos vagyok, nekem van egy úgynevezett nagyon jó know-how-m, én tudom, hogy mit kell ezzel a vagyonnal csinálni, aminek a valós értéke mondjuk volt 1, de azt mondta, hogy ér 99-et, megtehette. A kettőt összetolták, és abban a másodpercben egy olyan társaságnak lett a vezérigazgató a tulajdonosa, amelynek a valós értéke 100, és ő csak 1-et tett hozzá. A 99-hez hozzájutott ingyen. Aztán ezt tovább tették egy másik társaságba, tovább apportálták, meg még egyet, egy picike külföldi tőkét behoztak, és ennek az lett a következménye, hölgyeim és uraim, hogy 1988 és 1990 között az 2900 darab állami vállalatból 1859 maradt. Több mint 1000 vállalat eltűnt.
Azt mondják elemzők, hogy nem ismerjük az akkori értéket, de nagyjából az akkori értéknek, ennek a vállalati értéknek a 60-70%-a rendkívül olcsón, vagy nagyon kedvezményesen finanszírozott hitelekkel került magántulajdonba. Értéket nem tudunk mondani. Ez azt jelenti, hogy amikor beindul 1990-ben az úgynevezett államilag ellenőrzött privatizáció, mert az Antal kormány meghozta azokat a törvényeket, amelyek már elvileg védték ezt a vagyont, akkor már csak 1859 darab, az is jó részt kikopasztott, megkopasztott vállalattal rendelkeztünk. Azt tudni kell, hogy ez az üzleti vagyon, ez az állami vállalatokban meglévő vagyon az egész nemzeti összvagyonnak csak a 20%-a. Tehát ezt soha ne felejtsék el, hogy csak egy 20%-os vagyonkörről beszélünk akkor, amikor a privatizációról beszélünk. Meghozták a vagyontvédő szabályokat, létrejött az AVÜ, a mostani MNV ZRT-nek ugye a jogelődje, amelyből aztán APV RT lett, majd az MNV ZRT. Elkezdődött az államilag ellenőrzött privatizáció, azaz ezeknek a társaságoknak az értékesítése, az átalakított társaságok értékesítése, azzal, hogy 1992-ben 167 darab társaságot, tehát 167 darab, ezek jó rész részvénytársaságok voltak, volt köztük Kft. Is, egy törvény mellékletébe betettek, és azt mondta a parlament, hogy ezek annyira fontosak, nemzetstratégiai szempontból olyan fontos vagyontárgyak, hogy ezeket soha nem lehet eladni. Vagy ha el is lehet adni, csak akkor, amikor a parlament majd rábólint, ugye, minket képviselő szervezet. Igaz, hogy 50% plusz egy szavazattal, de mégis majd a parlament fogja eldönteni, hogy ezek eladhatók-e. És hát ugye ide tartoztak a vízi közművek, ide tartoztak a termőföldökkel foglalkozó állami gazdaságok, akkor még voltak magyar állami tulajdonban lévő bankok, ide tartozott az egész energiaszektor és annak minden egyes társasága, a hungarikumokat gyártó társaságok, tehát 164 darab nemzetstratégiai szempontból jelentős társaság. Olvasható az ÁSZ-nak a honlapján, és éppen most kollégáktól kaptam arról értesülést, hogy az az adatsor, amit el fogok mondani, azt a heti világgazdaság, ugye, hogyha jól tudom, heti világgazdaság legutolsó számában erőteljesen megkérdőjelezik, mondván, hogy hát Isten tudja, hogy ezt honnan szedték, az ÁSZ állapította meg, és az ÁSZ jelentésben olvasható, de úgy látszik, hogy most már az ÁSZ-nak a jelentéseit is megkérdőjelezik. Nem csodálom, mert a 2004-es jelentés második kötetének a 195. oldala, ha jól emlékszem, a következőket tartalmazza. Felmérték, hogy 1990, tehát amikor már az államilag ellenőrzött privatizáció volt, hogy 1990 és 2003 között, 13 év, igen, 90 és 2003 között mi történt ezzel a bizonyos 1859-164 vállalattal. Itt már értékeket is tudunk, mert az ÁSZ már értékeket is rendelt hozzá, és az egyszerűség kedvéért az ÁSZ úgy döntött, hogy egy úgynevezett indexszel felszorozza az 1990-es értéket, és ugye az infláció következtében egy teljesen másik számot kapunk, és egy 2003-as értéken számolja az 1990-es állapotot. És a következőket állapítja meg, hogy amikor beindul az államilag ellenőrzött privatizáció, akkor ennek az úgynevezett üzleti vagyonnak az értéke 12.300 milliárd volt. 12.300 milliárd. Az IMF hitel az 5.000 milliárd. Ugye emlékeznek, a 12.000 milliárd az annyi, hogy mindenki kaphatna 1.200.000 forintot. 12.000 milliárd 2003-as értéken. És a következőt mondja az ÁSZ jelentés. Ebből a vagyonmennyiségből, ebből az értékből egy 7000 milliárd vagyon nyomon követhető. Hogy az, ami történt? Eladták, tönkrement, felszámolták, csődbe ment, szanálták, bármi, elértéktelenedett. De 7000 milliárd vagyon sorsáról tudunk.
Azt mondta aztán az ász, hogy egy 1,3 milliárdnyi vagyon, hát az betudható ilyen, hogy mondják ezt, kálónak, ugye? Ez valami ilyesminek, hát elértéktelenedett a pénz, hát szóval mindenféle lehet, hát ezt az 1,3 milliárdot, ezt rendben van, ezt ne vegyük olyan komolyan. De még mindig fennmarad 4 milliárd, de az 1,3 milliárdot sem lehet követni. Fönnmarad 4000 milliárdnyi, mindenki kaphatna 400.000 forintot, 4000 milliárdnyi. És a következő mondat szerepel az ÁSZ jelentésben. A 4000 milliárdnyi vagyon eltűnt, elemzők szerint magánzsebekbe került. És ebbe az adatban nincsen benne az előbb említett spontán privatizáció elkótya vetyéléséből származó 60-70%-os érték, és nincsen benne az a privatizációs folyamat, amely beindul 2003 után egészen a napjainkig. És tudniuk kell, hogyha megnézzük azt a grafikont, amely a privatizáció folyamatát, ennek a 20%-os üzleti vagyonnak a privatizációs folyamatát mutatja, amit nem én találtam ki, hanem hivatalos grafikon, akkor azt lehet látni, hogy az Antal kormány ideje alatt, bár akkor a nagy energiaszolgáltatóknak kezdődött a privatizációja, de ettől függetlenül az Antal kormány alatt ilyen 1 cm magasan fut ez a bizonyos vonal. A Fidesz kormány ideje alatt ugyanez, gyakorlatilag a Fidesz leállította a privatizációt, és a szocialista kormányok alatt megnő egy olyan, a Horn kormány alatt olyan 6-7 centire, és a... Hogy hívták? Ja, Gyurcsány. A Gyurcsány kormány alatt körülbelül 12 centire. Tehát 2003 után indul be a privatizációnak az eszeveszett folyamata, és akkor indul be, hogy elkezdenek hozzányúlni ehhez a bizonyos 164 darab stratégiailag jelentős gazdasági társasághoz. Mert 1992 és 2002 között nem vettek ki belőle, gyakorlatilag egész társaságot nem. Volt, ahol a százalékos arány csökkentették, nem mondom, hogy nem, de nem vették ki a társaságokat. Sőt, a Fidesz kormány még 3-at hozzátett. Tehát 167 társaság volt 2003-ban nemzetstratégiai szempontból jelentős, eladhatatlan. Tudják már, mennyi maradt ebből a Gyurcsány kormány áldásos tevékenységének köszönhetően? 44 darab. A parlament szépen ezeket kiveszegette, és odaadta privatizálni. 44 darab, ebből a 44-ből 22 erdő és vadgazdaság. Szerintem ezeket még csak azért nem vették ki, mert még nem döntötték el, hogy ki lesz a vevő. De ahogy ez megtörténik, ezek is előbb-utóbb az üzleti vagyon részévé fognak válni. Tehát beindul gőzerővel a privatizáció, és a 2003 és a 2008 közötti privatizációs veszteségek, azok az előbb említett 4000 milliárdnyiba nincsenek benne. Én csináltam durván egy számítást, mégpedig az ÁSZ-nak a minden évben megjelenő jelentése alapján, ahol tételesen leírja, hogy melyik társaság privatizációjából körülbelül mekkora vagyonvesztés érte az államot, vagy hogy egyáltalán vagyonvesztés érte. És én arra a következtetésre jutottam, amit Mellár Tamás professzorral igazoltattam le, aki azt mondta, hogy igazad van, Bella, de nagyon alsó hangon számolsz, hogy mára ennek a 20%-nyi vagyonnak a 23 éves privatizációja során mai értéken számolva kb. 15.000 milliárdnyi vagyont loptak el. Van egy másik tanulmány, abban én egy 30 ezer milliárdnyi lopást olvasok, és azt nem jogász csinálta, hanem a számokhoz értő ember. Hölgyeim és uraim, ha csak igaz az én álláspontom, már pedig úgy néz ki, hogy igaz, hogy 15 ezer milliárdnyi vagyon, közös nemzeti vagyonunk került ingyen fillérekért magánzsebekbe, akkor tessék csak belegondolni abba, amit az előbb mondtam. Ha ez befolyik az államháztartásba, tisztességesen, és ez tisztességes kormányok gazdálkodnak vele, akkor szükség lett volna ma 19 ezer milliárdnyi államháztartási hiányra, meg 5 ezer milliárdnyi kölcsönre? Nem. Nem. Ez mind annak köszönhető, amit
ki kell, hogy mondjam, a szocialista kormányok alatt elloptak tőlünk, amikor kifosztották Magyarországot. Nem véletlenül jött létre az a bizonyos adat, ugye, amit az elején mondtam, 20 év alatt, de lehet, hogy korábban, hogy az összes magánvagyon 48%-át, ugye, azt 300 ezer ember birtokolja. Ez volt tehát az üzleti vagyonnak az elmúlt 20-23 éves sorsa. És hogy ezt a részét lezárjam a dolognak, el kell önöknek mondanom, ami mélységes felháborodással tölt el, és természetesen a sajtó ezt agyon hallgatja, bár ahol tudom, elmondom, de mégsem jelenik meg, hogy az új vagyonkezelő szervezet ebben az évben, februárban megcsinálta az úgynevezett privatizációs zárójelentést, ami az 1990 és 2007 közötti privatizációról szól. Ez egy kormányjelentés, amelyet be kellett nyújtani a parlamentnek, hogy a parlamentnek a tagjai, mint az állam legfőbb tulajdonosai, ugye ezt vagy megkérdőjelezzék, vagy elfogadják, vagy hát tegyenek vele, amit kell. Olvasható ez a jelentés a parlamentnek a honlapján. Az állami számvevőszék több ezer oldalas tanulmányt és vizsgálati anyagot jelentett meg a privatizációról. A kormánynak a jelentése 48 oldal. Tehát az elmúlt 17 évnek a privatizációját 48 oldalban sikerült összefoglalni. Végigolvastam, és mivel átjelentéseket is olvasok, ezért nem volt nehéz rájönni arra, hogy úgy készült vélhetően a tanulmány, hogy az átjelentésekből a pontos leíró részeket lehet, hogy szövegszerkesztővel kiemelték, és egymás után szépen betették ebbe a 48 oldalas anyagba. Mivel én foglalkoztam ezzel a témával, úgy ítéltem meg, hogy kb. 2 nap alatt, de lehet, hogy 1 nap alatt is ezt az anyagot el tudtam volna készíteni. Természetesen azokat a megállapításokat, amelyeket az állami számvevőszék meghatároz, hogy a malévnál nagyon kemény veszteség érte az államot. Ugye 200 millió forinttal két budai villa áráírhatták el a malévot, és természetesen a felelősök, a személyi felelősök nem állapíthatók meg, és ez sorban minden egyes, majdnem minden egyes privatizációs ügyletnél meghatározza az ÁSZ. Ezeket a kritikákat nem vették át, csak pusztán a tényszerű dolgokat. Majd a végén, a 48. oldalon egy ilyen kis bekezdésbe odaírták, hogy hát ez gyakorlatilag egy sikertörténet. És nagyon jó volt, mert nagyon frappánsan és államilag ellenőrzötten a privatizáció lebonyolódott, és tulajdonképpen elősegítette a magyar gazdaságnak a fejlődését. Azt még hozzáteszem, ez már csak egy kis csemege, hogy azt is sikerült megtalálnom dühömben, minden honlapra rámentem, és azt is sikerült megtalálnom az MNV ZRT-nek a honlapján, hogy ezt a 48 oldalas anyagot, ezt egy ügyvédi iroda készített el 24 millió forintért. Tessék kiszámolni, oldalanként 500 000 forint, ismétlem egy, de jó, rosszabb esetben 2 napos munka. Viszont az önök pénzéből, a közös pénzünkből. A parlamentben rendkívül nagy vita volt erről a jelentésről, az ellenzék nagyon-nagyon keményen támadta ezt a jelentést, hiszen ha ezt elfogadja a parlament, vagy tudomásul veszi, akkor azt jelenti, hogy a magyar állam részéről minden rendben. Ugye? Hát kérem szépen, a parlament azt mondja, a legfőbb tulajdonosi képviselő, hogy itt semmi rossz nem történt, akkor ez nyilván úgy van. Március 23-án a parlamentnek a szocialista SZDSZ-es 198 képviselője, ha jól emlékszem, egyhangulag tudomásul vette a jelentést. Erről nem szól a sajtó. Éppen most beszélgettünk kollégákkal arról, hogy át kellene gondolni azért ezt a dolgot, hogy nem bűntársak-e azok a szocialista képviselők, akik ezt egyértelműen jóvá hagyták, és nem kellene őket feljelenteni egyesével valamilyen oknál fogva. Minden esetre dolgozunk rajta. Hölgyeim és uraim, talán
Amikor arról beszéltem, hogy ezt a kommunista hatalom csinálta ezt a rendszerváltozást, azt a mondatot kifelejtettem a logikai sorrendből, hogy ezt azért tették, hogy a politikai hatalmukból gazdasági hatalmat kovácsoljanak, és ugye ezt átmentsék. És hogy ez mennyire nem új keletű dolog, és ez egy mennyire tudatos dolog, ami történik Magyarország kifosztásával, és az összes szocialista országgal szemben is megpróbálnák, ha ők nem állnának ellen, mi képtelenek vagyunk ellenállni, nem mi, a magyar állam képtelen ellenállni. Azt legjobban azt bizonyítja, hogy Trockij, ugye, nem kell mondanom, hogy ő ki volt, Trockijnak is már megvolt a maga elmélete, aki ugye azt mondta, hogy amennyiben majd a szocialista hatalom, vagy a szovjet hatalom megbukik, akkor az elvtársak, akik ott fognak ülni a vállalatok élén, akkor egyszer csak rá fognak jönni arra, hogy nem elég csak vállalatigazgatónak lenni, részvénytulajdonosnak is lenni kell. Tehát ez az egész folyamat, ami zajlott Kelet-Európában, a szovjet hatalom ránk ültetésével, meggyőződésem, hogy a nyugati világ meghatározott rétegének egy évekig tartó kifosztási hadjárata volt annak érdekében, hogy az újra gyarmatosítás megtörténhessen, és megfelelő rabszolga állományt tudjanak kialakítani. Azok a nyugatiak, akik meggazdagodtak a mi országunkból, mérhetetlen módon meggazdagodtak, majd amikor ránk hozták a válságot, akkor fanyalogva itt hagyták ezt az országot, és még kritizálnak is minket. Hölgyeim és uraim, én ezért mindig azt szoktam mondani, hogy a nemzetközi szerződéseink nincsenek kőbevésve, és a nemzetközi szerződéseket, azok a szerződések nem az égben köttetnek, hanem emberek kötik őket. Tehát én úgy gondolom, hogy amennyiben egy új nemzetpártoló kormányunk lesz, mindenfajta nemzetközi szerződésnek a felülvizsgálata alapvetően szükségeltetik. Van egy kedvenc előadóm, akit remélem, hogy majd előbb-utóbb vendégül fognak itt látni. Tátott szájjal hallgatom én is, őt Varga Istvánnak hívják, talán már találkoztak vele a televízióba egy-két helyen. Fantasztikus dolgokat tud erről a válságról elmondani. Én ezt nem venném át a helyébe, mert nem tudnám elmondani, de az előadásának, az egyik előadásának az a címe, hogy álság a válság. És ez valóban így van. Ez egy kreáció. Ezt emberek csinálták, ezt szándékosan csinálták. Jelen pillanatban Varga István adatai szerint, aki nagyon alaposan utána jár az adatoknak, jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Bankban 9000 milliárd forintnyi forint összeg fekszik. 9000 milliárdnyi. Miközben mi nem kapunk hiteleket, miközben jönnek a megszorítások. Egyszerűen azért, mert mindenfajta kamattrükkökkel ki lehet szolgálni a külföldi tőkés csoportokat. És ezért mondtam azt, hogy egy nemzetet nem tud más kifosztani, vagy másik állam, vagy pedig a saját állama, és minket a saját szocialista SZDSZ vezetésű államunk teljesen és totálisan kifosztott. Hölgyeim és uraim, úgy látom, hogy lassan jár le az időm, és még nem beszéltem arról a vagyonkörről, ami az úgynevezett kincstári vagyon, ugye a csodálatosan szép épületeink, műemlékeink, a természeti kincseink. Hát ezeknek is már elkezdődött a negyedelése, és a legnagyobb veszély ezeket 2007 óta éri, amikor is az az új vagyontörvény, amelyet ez a kormányzat behozott, és a parlament elfogadta, azt a bizonyos 2000 éves hagyományt, amiről az előbb meséltem, hogy ami állami feladat ellátását szolgálja, ugye az kincstárjában is, felrúgta. Egyszerűen felrúgta. Nem törődik vele, valószínűleg nem is tudnak róla, hogy létezik ilyen. És azt mondta, hogy az maradt kincstári vagyon, amire én azt mondom, hogy az, és minden más az üzleti vagyon. És ennek az lett a vége 2007. szeptemberétől, hogy az összes minisztériális épület, zárójelbe jegyzem meg, akkor akarták létrehozni ugye a kormányzati negyedet, és el akarták adni a gyönyörű szép minisztériális épületeinket, hát már amelyik gyönyörű azért van közte. Ezeket
a kórház épületeket, az egyetemi épületeket, az összes ingatlant. Kivették a kincstári vagyonkörből, és azt mondták, hogy ez mind üzleti vagyon. De kivettek csak a vagyontörvény abból a 167-ből, több mint 60 társaságot vett ki, benne az 5 darab víziközmű társaságot, és az összes hungarikumot, hogy eladjuk. Ugye most megy tönkre a herc, és hát nagyon jól tudjuk, ugye, hogy mi történik. És természetesen üzleti vagyonnál minősítette a termőföldet. És ennek lett az a következménye, hogy az utóbbi 2 évben a termőföldeknek az elherdálása és a nyugati tőkéseknek, vagy pénztőkéseknek, vagy esetleg a magyar pénztőkéseknek a kezébe juttatása, ugye az napirenden van. Ennek a dolognak a következménye az, hogy most Sukoron az a botrány van, amilyen botrány van, tudnak nagyon jól róla, ugye, hogy ott is egy izraeli magyar kettős állampolgárnak micsoda fantasztikus szerencséje volt, jövőbe látott, tehát tudta, hogy Albert Irsán kell először ingatlant venni, aztán tudta, hogy majd ott megy az M4-es autópálya, aztán azt is tudta, hogy úgy fogják módosítani a törvényt, hogy csak az szerezhet termőföldet külföldiként majd, aki be van oda jelentve, ezért a milliárdos úr bejelentkezett egy düledező viskóba, véletlenül Sukoróra, és mi véletlen, hogy éppen a sukorói ingatlanra lehetett elcserélni az Albert Irsai ingatlant, és mi véletlen, hogy pont ővele cserélték el, és mi véletlen, hogy közben Bajnai felszólította a megyei közgyűlés elnökét, hogy szíveskedjenek építési övezetté nyilvánítani a Sukoró környékét, a Velencei partnak az északi részét, és mi véletlen, hogy a kormánynak mielőtt megbukott a Gyurcsány, az utolsó másodpercben meghozott kormány határozata az arról szól, hogy Európa legnagyobb vigalmi negyedét kiemelt beruházásként kell kezelni, aminek az a következménye, hogy gyorsított eljárásban kell létrehozni az egészet. Hál' Istennek, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz a földcsere ügyben. És ha már a Nemzeti Nyomozó Irodánál tartok, azt is hozzá kell, hogy tegyem, és az az ötlet, hogy végül is a parlamentnek a kormányjelentést elfogadó képviselői valahol bűrészesek, hiszen a kormányjelentés elfogadását követő 2 hét múlva elkezdődött 4 privatizációs ügyben a Nemzeti Nyomozó Irodának a nyomozása. Ugye ez is folyik a Malév ügyében, a Bábolna ügyében, a lóversenyvállalat ügyében, és még valamelyik, pontosan most nem tudom melyik ügyben. Tehát elindultak ezek a folyamatok, és ha már itt ülnek a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak a képviselői, akkor azt is elmondom, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnál létrejött valamikor tavasszal 2 csoport. Az egyik, az egy úgynevezett kodifikációs csoport, amely azt a feladatot vállalta magára, hogy alkot egy olyan vagyontörvényt, amelyet majd a következő nemzeti kormánynak felajánl, amely valóban védi a maradék nemzeti vagyont. Szégyenkezve jegyzem meg, hogy én ezt már valamikor megcsináltam, és egy fideszes képviselő be is nyújtotta 2007-ben, ma is olvasható még ez a vagyontörvény a parlamentnek a honlapján, hát azóta is szemétkosárba került, ezt egy picikét át kell dolgozni. Itt természetesen nem részvénytársaság az, amelyik a nemzeti vagyon felett tevékenykedik, hanem egy költségvetési szerv, a háború előtti kincstári jogügyi igazgatóságnak a visszaállítására van szükség. Nem szabad a kormány alá helyezni, és nem szabad politikai irányítás alá helyezni ezt a szervezetet, a parlament alá kell helyezni teljesen független szervként, és a nemzeti vagyonról kizárólag 2/3-os, de ha lehet inkább 4/5-ös többséggel lehet dönteni a parlamentben. A másik csoport az úgynevezett restitúciós csoport, és a restitúciós csoport nem kisebb feladatra vállalkozott, ami szinte gyakorlatilag jogi szempontból egyenlő a lehetetlennel, de hogyha jól tudom, akkor egy pár héten belül mégis a beadvány be fog érkezni valamelyik bíróságra, amit vélhetően el fognak utasítani, de nem baj, hagy tudja meg minden magyar állampolgár, Gyurcsány cégétől az Öszödi villát próbáljuk visszaperelni.
Nem csak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat foglalkozik természetesen ezzel a témával, hanem talán önök ismerik a CÖFÖT, a Civil Összefogás Fórumot, amiben én is azért próbálok és próbáltam tevékenykedni, és hogy összetudjuk hangolni a különböző szervezeteknek a munkáját, a CÖF arra vállalkozott, hogy begyűjti azokat az információkat, amelyek eddig fiókokban, zsebekben, vagy csak az agyakban vannak meg, minden olyan privatizációs visszaéléses ügyről, amelyről tudnak az állampolgáraink, de mi nem tudunk. Éppen ezért tisztelettel arra kérem önöket, hogy önök is, és terjesszék ezt a hírt, hogy a civil összefogás huhajahó.com-ra küldjék el, ha kell, akkor névtelenül is, bár eddig még mindenki vállalta a nevét, és özönlenek be ezek a jelentések, küldjék el azokat az eseteket, akár pár mondatban, amelyek legalábbis privatizációs, korrupciós, visszaéléses gyanúsak, hogy aztán megpróbáljunk ezzel is valamit kezdeni, és majd, hogyha lesz egy nemzeti kormány, aki felelősen felvállalja mindennek az átvizsgálását, akkor az ő asztalukra is oda tudjuk tenni. Ameddig tudunk, mert lehet, hogy jogilag nem lehet őket kifejezetten és hathatósan érvényesíteni, de én úgy gondolom, hogy minden egyes ügyet fel kell tárni, és minden egyes csaló, lopó, briganti nevét meg kell nevezni. Ezen kívül pedig rendkívül fontosnak tartom személyesen is, hogy ezekről az adatokról, ezekről a dolgokról, ezekről a tényekről, biztos mondtam olyanokat, amelyeket önök már ismertek, de talán egy-két új adalékot is adtam önöknek, hogy ezt megismerjék az állampolgárok. Rendkívül fontos, hogy megismerjék, hogy mi történt, mi valójában az igazság. Nehogy azt higgyék, hogy a 48 oldalas kormányjelentésnek ugye az a sorozata, amely arról szól, vagy az a sora, amely arról szól, hogy minden rendben van, nehogy azt higgyék, hogy az a valóság. És ennek a megismertetésnek egy rendkívüli, fantasztikusan nagy és jó eszközét sikerült nem megtalálnom, hanem közös akarattal kialakítani. Az előbb említettem Jelenszky István nevét, aki a csodálatosan szép koronafilmet csinálta, aki Tóth Ilonáról csodálatos filmet csinált, aki az Ima Magyarországért szervezte, nem kell őt bemutatnom. Jelenszky úr úgy döntött, hogy a következő filmjét a nemzeti vagyon szétlopásáról készíti. Június elején kezdjük a forgatást, fantasztikus embereket sikerült megnyerni, és olyan adatokat és olyan dolgokat fognak hallani, ami néha még én magam is meglepődök, mert én se hallottam róla. Jó nevű emberek és tisztességes emberek fogják adni az arcukat és a nevüket ezekhez a riportokhoz. Egy picike problémánk van. Sajnos pénzbe kerül a film, és a kormány nem ad nekünk támogatást. Úgyhogy próbáltunk, nem tudjuk mi se, hogy miért nem. Pedig a szándékunk az rendkívül jó. Ezért kénytelenek vagyunk Széchenyi szavaihoz igazodni, aki azt mondta, hogy adok, hogy adhass, de egy kicsit reformálunk. Mi szeretnénk adni, hogy aztán önök is tovább adhassák az információt, de előbb adjanak önök egy picikét, hogy mi tudjunk adni. Nagyon-nagyon szégyenkezve mondjuk ezt a dolgot, nem hiszem, hogy arról vagyunk híresek, hogy ilyenek vagyunk, de egy pár csekket idehoztunk, vagy idehoztam. Ha úgy gondolják, hogy minimális összeggel, higgyék el, 200 forint is sokat jelent, de ha nemzeti összefogással, és valóban nemzeti összefogással elkészülhet ez a film, akkor legalább az unokáink előtt nem kell szégyenkeznünk, mert tettünk valamit. Ha másért nem, a valóság feltárásáért, és nem hallgatjuk el, és a valódi rendszerváltozásnak, ami remélhetőleg nagyon hamar be fog következni, legyen ez az egyik alapköve. Úgyhogy kérem önöket, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek. És még egy, hát ilyen tájékoztatás jellegű dolog, ha meghívhatom önöket, most már tudom az időpontot, június 5-én a Vörösmarty térre délután 3 és 4 óra közé, vagy közötti időre a Kairosz
kiadónak a sátrához. Ha minden igaz, akkor ott fogja Mezei Károly, aki a riportkönyvet csinálta, és magam, akivel a riportkönyvet csináltak, dedikálni azt a könyvet, amely a Mégis élünk sorozatban jelenik meg, és amelyben elég sok pikáns részletet elárultam erről az egész folyamatról, úgyhogy ha gondolják, akkor találkozzunk ott, ha megtisztelnek azzal, hogy eljönnek. Hölgyeim és uraim, talán még annyit, hogy nagyon lehangoló dolgokat tudtam mondani, és ha még elkezdenék mesélni még a termőföldekkel kapcsolatos visszaélésekről, a bábolnával kapcsolatos visszaélésről, hadd jegyezzem meg. Az ÁSZ-nak az anyaga alapján mindenki kiszámolhatja, én csak olyan dolgokban dolgozom, amelyek nyilvánosak. A bábolnának a tönkretétele, mert nem lehet másképpen nevezni, a bábolnának a tönkretétele kapcsán 1994 óta a magyar államot az ÁSZ-jelentés alapján 100 milliárdnyi veszteség érte. A nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának az elvétele 160 milliárd. És azt is tudni kell, hogy a bábolnának ugye mindenfajta ilyen kis leányvállalata volt, és ezek közül az egyik, az egy óriási, több milliárdos hitelt kapott a magyar kormánytól, amelyet nem másnak adott tovább, mint a Bajnai vezette Hajdubétnek. De a Hajdubét nem tudta kifizetni a libák árát, és a kormány lemondott az összegnek a visszafizetéséről. Szóval számtalan szebbnél szebb ilyen dolog olvasható, amelyeknek ugye a végére kell járnunk, és amelyet meg kell néznünk. A legutolsó dolog, amit viszont mindenképpen szeretnék önöknek elmondani, és más nem tudok mondani, mint civil összefogás, civil összefogás, civil összefogás minden szinten és minden méretben, az a vízi közműtársaságoknak a kitűzött privatizációja. Nagyon alattomos módon zajlik a dolog. Egyébként azt még elmondanám, hogy a cöfösök nagy része nem tud ugyan ott lenni, mert mi holnap tartjuk az első országos nagygyűlésünket, hogy megpróbáljunk ezekről a témákról országos szinten, majd előadásokon és egyéb módon beszélni, de az egyik bekebelezett részvénytársaság, a Dunamenti Részvénytársaság holnap 10 órakor a Pozsonyi út 56, a Nemzeti Vagyonkezelő székháza előtt tüntetést szervez a vízünk megmentéséért. Ha el tudnak menni, vagy el tudnak valakit oda küldeni, tegyék meg, mert sajnos, mivel fordultak hozzám, hogy próbálják valamit csinálni, és nagyon alaposan a rendelkezésre álló adatokba beleástam magam, azt kell, hogy mondjuk, hogy minden törvényszerűen csinálnak. Tehát bejön az a jellemző, amely jellemző erre a kormányra és erre a szocialista többségű parlamentre, megalkotják saját maguknak a jogszabályokat, és annak alapján tesznek mindent, és utána elmondhatják, hogy az Uchmannak az elhíresült mondása, hogy nem szokványos, ám de jogszerű. Nos, az egész nemzet kirablása így történt, nem szokványos módon, nagy része jogszerűen csak akik már ugye vérszemet kaptak, Cuslág és társai, rengeteg társa van, ugye azok már túllépték még ezt a keretet is. Tehát, hogyha meg akarjuk menteni a vízi közműveinket, hogyha állami tulajdonba akarjuk őket tartani, vagy önkormányzati tulajdonba, nem tudunk más tenni, mint nyilvánosság és tüntetések sorozata, ha kell, most tényleg azt mondom, hogy élő lánc az MNVZ RT körül, és mindent meg kell tennünk. Hölgyeim és uraim, azt mondják, hogy ez a vagyonkezelői összevonás, amit most csinálnak, semmit nem jelent. Dehogy nem. Ez a privatizációnak az előszobája, mégpedig egy olyan törvény alapján, amelyről nem beszélnek, 2006-ban hozták, amelynek az a lényege, tényleg csak egy mondattal, hogy a privatizációt és az úgynevezett koncessziós pályázatot egy időben kiírják, és innentől kezdve egyetlen egy pályázó majd jön, megszerzi a részvényeket, és az egyéb törvényeknek megfelelően koncesszióba fogja végezni a tevékenységet. Ugyanakkor az előterjesztésben, aminek alapján a 7-tagú vagyongazdálkodási tanács így döntött, állítólag az is szerepel, hogy igen ám, csak ebben az esetben minimum 6-szorosára fog felmenni a víznek az ára. Tegnap a CÖF-nek volt egy sajtótájékoztatója, amelyen kifejezetten kértük, hogy a
Zemenvíz ZRT hozza nyilvánosságra ezt a jelentést, ez egy közérdekű dolog, ezt nem lehet eltitkolni, kértük, hogy hozzák nyilvánosságra ezt a jelentést, hogy elolvashassuk és bebizonyodhasson a hazugság. Hát nyilván ebből semmi sem lesz, ezért semmi más nem tudunk csinálni, mint arra kérem önöket, figyeljenek oda minden megmozdulásra, ami csak létezik, hogy azon minél többen és többen vehessünk részt, és hogyha már végképp nem segít más, akkor útlezárásoktól kezdve az ég egy világon, de a víz vagyonunk és a vízi közműveknek a privatizációját meg kell akadályozni, mert ha nem tesszük, hölgyeim és uraim, és itt nagyon fontos, hogy elmondjam, nincsen baloldali vízcsap és nincs jobboldali vízcsap. Egy vízcsap van, és vagy belehalunk mindnyájan, vagy megmaradunk, és utána veszekedhetünk egymással. De adjuk meg magunknak ezt az esélyt, mert ha a vízi vagyonunkat is elveszik tőlünk a termőföldjeinkkel együtt, egy dolog biztos, 10 év múlva a magyar nyelvet se fogjuk ismerni. Úgyhogy hölgyeim és uraim, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Elnézést, hogy egy picikét hosszabb ideig fenntartottam önöket, de elég nehéz a téma. És arra kérem önöket, hogy fogjunk össze, van remény. Én úgy gondolom, hogy mindnyájan látják már az alagút végén a fényt. Nem tart már sokáig, és nem tudom miért, de lehet, hogy női ösztön. Nagyon az az érzésem, hogy valamikor itt szeptemberben előrehozott választások lesznek. De hogy eltakarodjanak. Hogy eltakarodjon, hogy végre megszűnjön már ez a borzalom, amiben élünk. Nagyon szépen kérek mindenkit, menjen el június 7-én. Látják, hogy a pécsi győzelem mit jelentett. Azt jelentette, hogy elkezdett erodálódni már a pécsi szocialista rész. Hölgyeim és uraim, verjük szét őket közös erővel. Ez a mi munkánk, nem is kevés. Köszönöm. Hát kicsit már ez nem aktuális dolog, tehát ez még jól az MSZP-re vonatkozott, azóta megtörtént, hát nem éppen előrehozott választással, de megtörtént a kormányváltás, azóta is vannak kalandok, de legalább azt már arra legalább emlékszünk, hogy akkor a MSZP-re, meg a DK-ra, meg az ilyen maradékokra miért nem szabadna szavazni. Na mindegy, az, hogy Fidesz-e mi a helyzet, az egy megint más kérdés, ez egy régi videó volt, érdekes történet, ez kicsit már nehezebben követhető dolog volt, karakter is feladta menet közben, meg én is, úgyhogy hát ennyi lett volna a mai alkalom. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!